az apuka, Bödecs László, aki engedi, hogy töpörödött törpördög menjen a kis kvaddal. A szülői féltés fogalmát ismered? Ismerem, igen, de bízok a gyerekembe annyira, hogy tudom, hogy ügyesen lovagolja meg a gépet. Ő azt mondta, hogy 2 évesen már ilyen kvadra sincs. Így van, nem ilyenre, 2 évesen egy 12 voltos akkumulátoros, rá 1 évre 3 éves egy 55 centis malaguti, ebbe az év elején egy 95 centis négy ütemű, és most jelen pillanatban egy 110 köbcentés Polaris sporttal indul a versenye. Csúnyát fogok kérdezni, ne sértődj meg. Nem. Apuci sportja ez? Egyáltalán. Vagy ő találta ki? Ő. Megmondom őszintén, hogy 2 éve költöztünk, és ez ebből alatt, hogy olyan helyre költöztünk, ahol a környezetben sok van volt. És belecsöppentünk meg lett fertőzve. Így. Neked egyébként nem hiányzik az, hogy menj bele, vagy azért Schumachban azért követett is? Követnem kell, muszáj, mert menni kell vele gyakorolni, mennem kell előtte, tehát én nekem is muszáj vagyok előtte menni és kísérni a kicsit, hogy gyakoroljam. Úgy, hogy ezt most nem hallja anyuka. Ő mit szól ehhez? Bízik. Legközéppen a gyerekbe bízunk, hogy meg... Mert benned nem lehet. Lehet bennem is, de bízik a gyerekbe, és tényleg a gyerek összpontosít, koncentrál. Ez nem csak itt vehető észre, hanem a más, a biciklizésnél, az úton menésnél. Tehát a gyerekek tényleg összpontosít és koncentrál. És ezt szerintem ebből köszönhetjük. Ezt akartam mondani, hogy a sport az erre nevel. És tök mindenképp most technikai sport, futás, netalántán sziklamászás. Igen. Ad egyfajta határozottságot, egy biztonságot, és ad egy időrendet. Így van. Ehhez az viszont de. Kell elvárni tőle dolgokat, megkövetelni dolgokat, és ha ez megvan, akkor utána lehet a szórakozás. Így van. Mondom ezt én, akinek nincsen gyerkőce. Akkor jó irányba gondolom. Jó irányba gondolom. Félelem nélkül. Köszönjük!